A tájékoztatás szerint az egységek körül határolták a tüzet, ám mintegy 500 négyzetméteren égtek raktárépületek és gépjárművek. A tennapi nap folyamán a füzesgyarmati telephelyünk kiégett. Kiégett tűz keletkezett, a bent lévő szerszon teljesen minden megsemmisült, a gépeink, munkaeszközeink, mindennek oda veszett. Nem csak a miénk, hanem a partnereinknek az eszközei is, amik itt voltak, ránk voltak bízva. Két targonca leégett a Ford Transit terrótunk, amivel az árut mozgattuk a telephelyeink között. Tehát azoknak is a többi telephelyértető mozgást azt meg fogja nehezíteni, hogy nincsen. Illetve fröccsentőgépből égett bent négy fröccsentőgépünk, karosvágógép, ami nem is a miénk volt, csak bérmunka jelleggel volt itt nálunk tartva. Abból 13 darab égett le, a kompresszorok tönkre mentek. Tehát a számítógépből 11 darab számítógép ment tönkre, csak ebbe az épület részbe, mert itt fennműködött a gazdaságiroda, és az a rengeteg papír, ami elveszett. Az egyik ingatlan teteje beomlott a tűz következtében. Amikor a szomszédasszonyom szólt, hogy kint van a nagy baj, rettenetes magas lángokat, robbanásokat hallottam, és az utána való nagyon-nagyon nagy tüzet, ami átívelt itt két lakóházon, az volt a félő, hogy itt is problémát fog okozni az udvarba. Aztán jó idő eltelt, amikor csöndesedett, akkor már minden tűzoltó talán itt volt a környékről. Néztük, féltünk. A lángok egy szomszédos lakóházra is átterjedtek. Kimentem hátra, és ugye hátul van az üzem, és látszott, hogy lángokba áll. Tehát röviden ennyi. Hát, utána jöttek a tűzoltók, már itt voltak, tehát jöttek itt a vízágyútól kezdve mindenünnen. Tehát Békés Csabáról, Hajdúbiharból, Újfaluból beszéltem velek. Itt mentek be a tömlők a kiskapumon, innen is locsolták, meg körkörösen hátulról iskola felől. Úgyhogy röviden ennyi. Hát hatalmas tűz volt, és hát ugye tartott ez olyan 9 óráig, mire eloltották nagy nehezen. És utána hordták le a égő bála, vagy az izzó bálákat, préselt bálákat hordták le a kézilabda pályára, hogy ne gyulladjon újra már itt a helyszínen. A szeghalmi, püspökladányi, karcagi, békéscsabai, berettyó, újfalui, mezőberényi, hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók, a füzesgyarmati önkéntes tűzoltók, egy szeghalmi, békéscsabai, gyulai és szarvasi vízszállító, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett 11 vízsugárral körülhatárolta a tüzet, tudatták a közleményükben.